A közügyek főtámogatója az OTP Bank. Köszöntöm a közügyek nézőit. Ismét nemzeti alapú incidens történt Temerinben. Miért ekkora az intolerancia a városban, és mit lehet tenni ellene? Újra témánk a református püspök választása, az ügy ugyanis tovább bonyolódik. Februárban tartják általában a felvételi felkészítőket a tehetséggondozókba, ma a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumot mutatjuk be, és végül egészségügy, mindannyiunkat érintő téma, influenza. Tartsanak velünk, kezdünk! Magyar fiatalokat vertek meg a hétvégén Temerinben. Erről a közügyek tegnapi adásában egy hosszabb bejátszást láthattak. Most emlékeztetőül, illetve mindazok számára, akik nem tudják, hogy mi történt, nézzük meg a híradó tegnapi bejátszását. Ezen az utcaszakaszon verték meg a hazafelé tartó magyar fiatalokat. Őket egy hattagú csoport támadott meg. Először két fiatalra rontott a hatfős szerb csoport. Nem hivatalos információk szerint azért, mert magyarul beszéltek. A két fiú barátai a közelben tartózkodtak. Ők igyekeztek csillapítani a helyzetet, azonban a támadók nem tágítottak. Az egyik megtámadott magyar fiúnak fáslival van bekötve a fél arca. Ő és szülei azt mondják, félnek, ezért csak névtelenül vállalták a nyilatkozatot. Engem oldalról valamivel megütöttek, amit eltört az orrom, a szemem nagyon bedagadt, és a fogsorom is nagyon fáj. Az incidenssel kapcsolatban Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke kiemelte, nem engedhetjük meg, hogy Temerinből közveszélyes település legyen. A házelnök közleményében azt kéri, hogy a rendőrség részletesen vizsgálja ki az ügyet. A megvert magyar fiúkat ma Újvidékre kísérte be a rendőrség. Azt mondták, szembesítésre. Hivatalos adattal azonban még nem szolgáltak a belügyesek. Temerin polgármestere a rendőrségen értesült az esetről. Vladislav Capik erélyesen elítélte az incidenset. Dali je ovo incident na nacionalnoj osnovi ili ne, moramo ipak sačekati izveštaj policije i istražnih organa, ali u svakom slučaju lokalna samouprava osuđuje svaki incident, a naročito na nacionalnoj osnovi. A temerini egészségházban nem akartak nyilatkozni a verekedésben résztvevők sérüléseiről. Az incidenset megelőző napokban gyűlöletkeltő falfirkák is megjelentek Temerinben. A halál a magyarokra, Temerin a szerbeké feliratokat a nap folyamán átmeszelték. A hétvégi incidens azon szórakozó hely közelében történt, ahol tavaly októberben nemzeti, faji, vallási gyűlölet szításával vádoltak még három temerini, két adai és egy úbecsei magyar fiatalt. Ők azóta is előzetes letartóztatásban vannak. Folytatjuk a témát. A stúdió vendége Nikola Ember, Temerin polgármester helyettese, és Csőke Csaba, a Vajdasági Magyar Szövetség temerini elnöke. Köszöntöm Önöket. Vannak-e azóta fejlemények? Állítólag kiderült, hogy két elkövetőt talán már megtaláltak. Én új fejleményekről nem tudok, tehát miatt a községházán is a községben várjuk a rendőrségnek a hivatalos jelentését, ami hát a körülmények alapos kivizsgálása miatt gondolom, hogy elhúzódik. A polgármester tegnap azt nyilatkozta, hogy nem kell minden kocsmai verekedést nemzeti türelmetlenségre visszavezetni. Önök szerint is ez történt-e, vagy egyáltalán mi lehet a háttérben? Jó estét kívánok a nézőknek. Először is szeretném kifejezni az esemény miatt azt, hogy nagyon sajnálom ezt az eseményt, ami történt, és nem csak én, hanem a temerini lakosok is a legerélyesebben elutasítják és elítélik ezt az eseményt.
Az ön kérdését illetően, ahogyan ön mondta, hogy kávéházi verekedés, azt hiszem, hogy ezt kicsit kivették a szövegkörnyezetből a polgármester, illetve a községi elnöknek a kijelentését, ezt egy szélesebb szövegkörnyezetbe helyezte a polgármester úr. Szeretném kiemelni, hogy minden egyes erőszak, és főleg az etnikai alapon történő erőszak nagyon komoly veszélyt jelent a társadalomra, és itt nagyon komolyan és gyorsan kell reagálnia az illetékes hatóságoknak, a tekintet nélkül arra, hogy kik az elkövetők, tehát milyen nemzeti közösséghez tartoznak. Tehát itt egy komoly társadalmi problémáról van szó, és hogyha már megtörtént és nemzeti indítatású, akkor nem szabad struccként homokba fordni a fejünket, hanem foglalkozni. Tehát egyre gyakoribbak az ilyen történések a településen. Hát úgy gondoljuk, hogy ezt a kérdést kérdezzük mi is, ugye, hogy miért mindig Temerinbe, illetve hogy miért Temerinbe figyelnek fel ugye erre, mert hát szerintem másutt is történnek ugyebár verekedések. Az biztos, hogy itt a községben ugyebár a jövőben mindenféleképpen már történtek intézkedések, inkább ilyen megelőző intézkedések azokra, amire mi ugyebár tudunk hatni. A most aktuális történésekre nem tudunk hatni. Hogy miért Temerin, én gondolom csak Temerint a médiák emelik ki ebből a nagy halmazból, történetesen azért, mert Temerinnek esetleg egy külön sorsa van, itt a gondolok a 90-es évekre, ugye etnikailag megváltozott a falunak az összetétele, tehát a százalékos összetétel, és talán ezért érdekesebb Temerin. Tehát ön úgy gondolja, hogy se történik több ilyen incidens, mint máshol, csak éppen erre fókuszál a média? Statisztikai kimutatások természetesen nem tudok, de az biztos, hogy mivel Temerinben hirtelen megváltozott az etnikai arány, másképpen reagálnak az emberek, érzékenyebbek ezekre a kérdésekre, mint mondjuk rá tegyük fel Adán, ahol sokat nem változott az etnikai arány. Míg Temerinben ugyebár hirtelen nagy mértékben változott. Vannak ott egyébként problémás csoportok, hiszen a mostani esetnél és az egyik fiatal antifasiszta köszöntéssel állított be a kocsmába. Mert csoportok azok úgy gondolom, hogy vannak, tehát, de mindenféleképpen ezt akikkel valóban gyakrabban probléma így van. Tehát ezt én csoportokra venném, tehát a két eset, mondjuk rá a novemberi, tavalyi évvégéi eset, illetve a mostani eset között, abban nem látok párhuzamot, tehát ott például az elkövetők, hát fogalmazok úgy, hogy ismertek voltak a rendőrség számára, tehát hogy már volt vaj a fejükön, míg ebben az esetben, akiket megvertek, én úgy gondolom, hogy a társadalomnak a teljesen normális polgárai. Hasonló jellegű történések is vannak a településen, falfirkák, tehát azért mit tudnak tenni? Meg ugye többször említik ugyanazt a szórakozó helyet, ez véletlen, vagy... Hát az a szórakozó helyet a Nikola tudna, mert hogy annak a szórakozó helynek van egy specifikuma, hogy az nem mint vendéglátóipari egység van nyilvántartva, hanem mint egy sportegyesületnek a klubhelysége. Tehát... Az eseményekhez kapcsolódóan ez a két esemény az elmúlt időszakban történt két esemény, két nagyon közeli helyszínen történt, nem egy vendéglátóri ipari létesítményről van szó, hanem kettőről, tehát Csaba már mondta, Csaba kollega már mondta, hogy még hivatalos értesítést nem kaptunk a
az illetékes szervektől, hatóságoktól, minden más csak komolytalanság lenne, amit ezzel kapcsolatban mondhatnánk. Van-e valami komoly kapcsolat az előző és a mostani történés között? Szerintem nincs. A kép, amelyet Temerinről a világba küldenek, tehát szerintem a mi településünk is olyan, mint bármelyik másik település, és nem szabad megengednünk azt, hogy a média szenzacionalizmus szenzáció valójában elkapjon bennünket, ez a hisztéria, de és nagyon felelősségteljesen kell viszonyulnunk a probléma iránt és a probléma megoldása iránt. Az elkövetőket, akik miatt bekövetkezett az eset, ezeket a törvény elé kell állítani, és tekintet nélkül arra, hogy milyen könnyebb vagy komolyabb testi sértésről van szó, nagyon komolyan kell ezt az egészet venni. Itt a média felelős azért, mert beszámol az eseményekről, tehát ezek nem kitalált események, hanem megtörtént eseményekről számolunk be. Milyen Nem, én nem ezt akartam mondani, nem jól értette, amit akartam mondani, tehát a szenzációhajászást azt kerülni kellene, ez egy más dolog, és más dolog a társadalmi kötelességvállalás és felelősségteljes viselkedés, és a jövőben is a felelősségteljes viszonyulásnak ahhoz kell hozzájárulni, hogy ilyen események ne történjenek meg. És ezt én nem egyszerű kávéházi veszekedésnek, verekedésnek minősíteném, és azt hiszem, hogy az egyes médiumokban megjelent címek kivették a szövegkörnyezetből az eseményeket. Milyen egyébként a településen a közbiztonság? Én nem látok különösebb problémát ezzel kapcsolatban, tehát mi tudjuk, hogy mondjuk Rácsontavér talán arról híres, hogy ott ugye lopnak, ugyanígy Temerinbe azért nem arról, tehát hogy verekedünk, ugye ha valaki oda jön, akkor nem lesz föltétlenül megverve, tehát távol vagyunk ettől. Ezt jól mutatja azt, hogy például közel két nappal az esemény után még a település polgárainak nagy része nem tudott erről az eseményről. Hát, tehát nem terjednek olyan szájról szájra is hirtelen, hogy ez miatt én úgy gondolom, hogy nem kell senki se, hogy rosszul érezze magát, tehát mindenki biztonságban érezheti magát. Tehát nem kellene valami erősebb rendőri jelenléteket, vagy ellenőrzéseket itt az éjjeli órákban történnek általában. Mindezek a verekedések, incidensek, falfirkák. Ez úgy gondolom, ez a rendőrség dolga, tehát ebben én nem avatkoznak bele. Az biztos, hogy amikor ugye Temerinben volt egy időszak, hogy igen sok rendőr volt jelen, az tény és való, hogy abban az időben semmi nem történt. Önnek erről mi a véleménye? Feltételezem, hogy a közbiztonság Temerinben kielégítő. És hadd osszam meg önnel azt az állítást, hogy a nemzetek közötti viszonyok nagyon kifejezetten harmonikusak. Vannak ilyen esetek elvétve, amelyek szinte modellszerűen ismétlődnek, és amelyek előtt nem kell a szőnyeg alá söpörni őket, és szerintem itt szervezési kérdésről van szó a rendőrség soraiban, és egy kicsit intenzívebb rendőri munka hozzájárulhatna a megelőzéshez, de nem kell kialakítani egy rendőri hangulatot sem. Ez már többször megtörtént. Mit tett a városvezetés ennek megelőzése érdekében? Uh,
Ami a megelőzést illeti, amikor a megelőzésről beszélünk, az eredményei, a megelőző intézkedések eredményei hosszú lejáratúak, hosszú távúak, és tehát nagy gyors eredményeket nem várhatunk. Néhányszor összehívtuk a közbiztonsági tanács ülését, illetve a nemzetek közötti bizottság ülését, amelyeket bizonyos záróhatározatokat hoztunk, néhány tribünt is szerveztünk. A civil szervezeteket irányítottuk, illetve ajánlásokat tettünk számára, hogy aktivitásaikat az intolerancia ellen szervezzék, és Deli Andor urat is megkértük, vele is beszélgettük, illetve az iskola vezetőkkel is beszélgettünk, hogy a kétnyelvű iskolák lényegileg is kétnyelvűek legyenek, mert ez a toleranciát erősíti. Mivel lehetne fejleszteni még az intoleranciát, mivel lehetne? Mindenféleképpen, tehát az egymás valahol én úgy érzem, hogy egy kicsit nagyobb a szakadás. Tehát Temerinbe abnak ellenére, hogy ugye kisebbségben vannak a magyarok, elég egy viszonylag zártabb közösséget alkotnak. Ezen kívül én úgy gondolom, hogy a szerb társadalom azon tagjai, akik esetleg később jöttek, nem ismerik annyira a magyaroknak a szokásait. Ott esetleg pont ez miatt az egymás nem ismerése véget talán egy kis súrlódás akadhat. Ezen kívül én úgy gondolom, hogy van hiányosság, mutatkozik abban is, hogy egyesek például ebben az esetben ugyebár nem értenek annyira az emberek ugye a joghoz, mert az, hogy megvernek ugyebár valakit, az egy dolog, viszont hogyha arról nincsen látlelet, az a jogban vagy a bíróság előtt nem számít, tehát semmi is, tehát olyankor már ugyebár a papír beszél. És akkor itt fölmerül ugye az is, hogy vajon ez nemzeten közötti incidensről van szó, vagy hát, nem. Ha már a magyar édesanyját szitta, állítólag. Igen, állítólag, viszont sajnos én nekem az illető, tehát volt olyan, aki azt mondta, hogy hát őt leütötték, ő nem emlékszik semmire. Tehát, hogyha ezt így elmondja a rendőrségen, hiába mondja ő a barátjának azt, hogy az nem elegendő, ezt a rendőrségen jegyzőkönyv kell, hogy készüljön róla ugye aláírással, ez akkor lesz az, ami egyébként nem lesz az. És itt tudni kell, hogy ugye itt állítólag az egyik súlyos testi sérülést szenvedett, a másik könnyű testi sérülést, ez Magyarországon ugye a 7 napon belül, illetve 7 napon túlgyógyuló sérülésnek felel meg. Itt is tudni kell, ugye, hogy mi az a súlyos, illetve mi a könnyű testű sérülés. Például az orrtörés az tartozhat mindkettőbe, mert ha valakinek kiütik egy fogát, az még a könnyű, ha mondjuk rá három fogát, az már súlyos, illetve a késelés lőtsebb, az számít súlyosra. Úgyhogy azért mondom, hogy itt ez egy olyan rész, illetve a másik még talán, amit el kell mondani, hogy itt nem indul, amennyiben nincs súlyos testi sértés, akkor nem indul automatikusan el az ügy. Tehát a rendőrség hivatalból nem köteles eljárást indítani, magyarán itt vége lesz az ügynek, hogyha a sértet nem jelenti föl. Amennyiben följelenti és hajlandó följelentést tenni, akkor mindenféleképpen végigkövetjük az utat, hogy azok, akik azt csináltak, amit csináltak, hogy azok feleljenek a tettükért, viszont, hogy mondjam, én senki helyett nem tudok följelentést tenni, azt csak és kizárólag a sértett tudja megtenni. Mikor derülhet ki, hogy most akkor ebből lesz ügy, vagy nem lesz ügy? Én remélem, hogy minél előbb, és itt is most is kérem ugye a rendőrséget, hogy végezze el lehetőleg a legalaposabban a munkát, és utána kerüljön az ügyészségre. Én bízom a rendőrség munkájában, remélem, hogy a későbbiekben az ügyészség is korrektul fog viszonyulni. Milyen egyébként az együttműködésük a rendőrséggel?
Kielégítő az együttműködés a rendőrséggel, pozitív tapasztalataink vannak. Ez a hatóság meghatalmazásai keretében dolgozik, tehát nyomozás előtti és nyomozati szakaszban. Természetesen bizonyos információk a közvélemény számára nem hozzáférhetőek. Amit én szeretnék itt elmondani, illetve üzenetként küldeni, hogy soha senki nem szabad, és nem kell, hogy féljen. És mindenkinek ki kell tartania a jogai megvalósításában, az életre, a biztonságra, a munkára való jogainak a megvalósításában, minden más téves lépés volna. Tekintet nélkül arra, kik az elkövetők, és én nagyon hiszem azt, hogy egy hatékony eljárásba az elkövetőket bíróság előállítja. Köszönöm szépen, hogy eljöttek stúdióba, és mindezt elmondták nekünk. Köszönjük szépen a meghívást. Egyházjogi hercehurcába torkolik a református püspök választás. Tegnap sem született eredmény a Szerbiai Református Keresztény Egyház új lelkészi vezetőjének személyét, illetően a szavazatszámláló bizottságülésén Bács-Fekete-hegyen. A vita egyre csak bonyolódik. A lebonyolított püspök választás eredményeit a szavazatszámláló bizottság január 12-én hirdette ki. Ezt a 15 napos fellebbezési időszak követte. Ennek lejártával az egyházközségek képviselői azzal a céllal gyűltek össze tegnap, hogy megszülessen a kinevezés a püspök személyét illetően. Ez nem történt meg, mert a szavazatbontó bizottság szerint a beérkezett két fellebbezést nem hozzájuk, hanem a zsinati tanácshoz címezték. Kis Nándor, nagybecskereki lelkész, a Szerbiai Református Keresztény Egyház zsinata által kinevezett szavazatbontó bizottság tagja elállt a bizottság döntésétől. A mai napon végeredményt kellett volna, hogy hirdessünk, fellebbezéseket kellett volna, hogy elbíráljunk. Két fellebbezés érkezett be, amelyik eleve lesöprendő volt az asztalról, hiszen nem a szavazatbontó bizottsághoz érkezett be, ahogyan az egyházjog szerint kellett volna. És viszont megvitattuk, beletekintettünk, és azt mondhatom, hogy egyházjogilag nem állták meg a helyüket, nem releváns törvénycikkelyekre voltak hivatkozások. Továbbá azt tudom mondani, hogy a végeredményt tekinthetjük az előzetes eredményt végeredményeknek, amikor is Halász Béla hertenendi falvi tiszteletes megnyerte a választást 23-14-es arányban Orosz Attila bácskai esperes úrral szemben. Ennél fogva azt tudom mondani, hogy nem marad más hátra, mint hogy az egyházközségek lelkészei, presbitériumai elnökségei ugye ezt az eredményt tekintsék végeredménynek, és ennek folytán Halász Béla tiszteletes úrnak, mint püspök úrnak adjanak be kérvényeket egy rendkívüli zsinat megtartásához, amikor is majd ugye ez az eredmény meg lesz erősítve, addig is ő, mint ügyviteli püspök már tevékenykedhet, az egyházjog ezt így írja elő. Nos, azt szeretném még mondani, hogy a szavazatbontó bizottság végül is nem volt a szolgálatának, az elhivatottságának a magaslatán, hiszen az 5 tag közül én voltam az egyedüli, aki ezt így lássa, ahogy elmondottam. Viszont ez azt is jelenti, hogy ők, a többi tag ezzel következményekkel fog szembesülni, majd hogy hát hogy ez milyen következmények lesznek, azt nem én tőlem függ, és nem, ez mind az egyházjogban van előírva. Az egyik fellebbezést Orosz Attila nyújtotta be. Szerinte nincs mód rendkívüli zsinat összehívására, hiszen ezt az egyház elnöksége, vagyis az aktuális püspök és a főgondnok teheti meg. Tehát jogszerűen megválasztott püspök nélkül a rendkívüli zsinat összehívása jogszerűtlen lépés. Az tény, hogy december 18-ára volt ugye a elsődlegesen meghatározva az, hogy a szavazatbontó bizottság kibontja a szavazatokat. Utána azt következett, hogy mivel a jegyzőkönyvek nem jöttek be időre, a választási bizottság egyik tagja az én tudomásom szerint Marton Károly esperes úr javaslatára elodázott.
elhalasztják ezt, ugye? Egy később időpontra, aztán január 12-én a bizottság megtette azt, amit meg kellett, hogy tegyen értelemszerűen. Innentől kezdve kéthetes fellebbezési időszakban vagyunk. Ez a mai nappal járt le. Én, mint az egyik jelölt éltem a fellebbezés lehetőségével. Az alkotmány 48. paragrafusának elpontja alapján. Én úgy érzem, hogy semmiféle fékezésről nincs itt igazából szó, hanem arról van szó, hogy ez egy jogi folyamat, és ugyanúgy zajlik le a Református Keresztény Egyház berkein belül is, mint bármelyik világi intézményben, és meg kell várni a zsinati tanácsnak az elsőfokú fellebbezési döntését. Noha ez nem végérvényes, mert hogyha ezzel valaki nem lesz megelégedve, tehát a zsinati tanács vagy elfogadja ezt, vagy pedig elveti, amennyiben valaki számára nem kedvező, vagy nem jogszerű a döntés, úgy érzi, akkor fellebbezhet a zsinathoz, és a zsinat, mint a legfelsőbb törvényhozó testület, dönti el azt, hogy igazából kinek van igaza, ki végezte el jogszerűen a dolgát, és a mai napon az én meglátásom szerint végérvényes eredményt még véletlenül sem szabad kihirdetni. Én a Bácskai Egyház megye esperese vagyok. Számomra is, a lelkipásztorok számára is az egyházi törvényeket be kell tartani, erre esküdtettünk, nekünk egyházvezetőknek be is kell tartatni, és én úgy érzem, hogy valamilyen szinten ez most csorbát szenvedett a mai napon. A zsinat által kinevezett szavazatszámláló bizottság tagja Hallgató Imre főgondnok is. A zsinati tanács fogja a fellebbezéseket elbírálni, és akkor azután tudunk újabb dolgot etéren mondani. De eddig, ami történt, az a szabályrendeletek és az alkotmánynak a betartása alapján történt, és nem beszélhetünk arról, hogy időt húztunk, vagy szándékosan toltuk a határidőket, mert mindennek van egy határideje, egy jogszerű folyamata, amit végig kell vinni. Halász Béla szerint még mindig háttérszálak mozgatják az eseményeket. Elmondása szerint többen megpróbáltak hatást gyakorolni rá a püspöki tisztség betöltését illetően. Az ügyész és a főgondnok, ugye akik zsinati tanácstagok különben, azok szépen megmagyarázták nekem, hogy én nem lehetek püspök. Az egyik ilyen kijelentése volt az ügyésznek, hogy a magyar politikum, magyarországi politikum és a vajdasági politikum engem nem szívesen lát, mint püspököt. Erre vannak tanúim, mert ez a zsinati tanácson hangzott el. Tehát én mindjárt tisztában voltam, hogy ők már próbálkoztak kívülről hívni segítséget, mivel a gyülekezeteinknek a döntése az, ami. Tehát egy eléggé, mondhatnám, nem éppen tiszta kampány folyt ellenem. A hertelendi falvi lelkész is a rendkívüli zsinat összehívásában látja a kiutat. Szerinte erre február végén, március elején kerülhet sor. Én gondolom, hogy felgyorsulnak az események, de tudnunk kell, hogy határidőhöz van kötve, tehát bizonyos időhöz van kötve a zsinatnak az összehívása. Most mi lelkészek, presbitériumok, tehát megbeszéljük, és megtörténnek a törvényes előkészületek, és azonnal ki lesz hirdetve a rendkívüli zsinat. Mert itt nem szabad megengednünk, hogy egy néhány ember játszon az emberekkel, tehát az egész egyházzal. Itt az egyházi törvények betartása, ez az, ami a legfőbb, azt hiszem, próbakő, és az egyház jogi cikkelyeknek a helyes értelmezése. Az elmúlt években, tehát a 90-es évek is hozzájárultak ahhoz, meg a 2000-es éveknek a rendezetlensége is az, hogy egy kicsiny egyház vagyunk, nem egy nem tudom milyen egyházi infrastruktúrával rendelkezőek, hogy az egyházi alkotmányunk és szabályrendeletünk javítása, kiegészítése hagy maga után kívánnivalót, és ennél fogva bizonyos részek nincsenek rendesen definiálva, sőt, egyes szabályokról, egyes eljárásokról nem is rendelkezik az alkotmányunk, szabályrendeletünk. Ezért történhetett meg az, hogy nem releváns egyház cikkelyeket hoztak fel, és azt hiszem, hogy ez lesz a fogódzójuk továbbra is azoknak, akik ellenzik a végeredmény ilyen kihirdetését. Az ellentétek és a vádaskodás ellenére az érintettek szerint egyházszakadás nem következhet be a nézeteltérés miatt.
A téma kapcsán a közügyek vendége volt Pál Károly, most ismét reagál a történésekre. A törvényeket le kell tartani, az egyház törvényeit, és az egyház törvényei alapján kell a további folyamatokat irányítani. Ezen kívül mindenféleképp úgy értékelem, hogy, és úgy gondolom, hogy, és vallom azt, hogy beszélgetni kell, tehát tárgyalni kell, egyeztetni kell, és meg kell találni a közös megoldást, amely előre viszi a református keresztény egyház egységét itt Vajdaságban, és én gondolom ehhez az kell, hogy a most még jelenleg szemben álló felek leüljenek egy asztalhoz, és megbeszéljék, és megtalálják azt a közös alapot, amelyre tovább tudják építeni az egyház jövőjét, az egyházunk jövőjét. Mikor a várható eredmény? Mi a következő lépés? Szerintem a következő lépés a törvények értelmében az, hogy a zsinati tanács összeül. Szerintem megtárgyalja és elfogadja Csetes-Szemesi István püspök úrnak a fölmentési kérelmét a püspöki és a lelkészi szolgálat alól, illetve megállapítja, hogy van fellebbezés a választásokat illetően, mérlegeli azoknak a jelentőségét, és amennyiben nekem pontos információ vannak, akkor egy olyan döntést fog hozni, hogy voltak szabálytalanságok, ami eredményeként, amennyiben pontos információ vannak, akkor egy olyan eredmény fog előadódni, hogy egyik jelölt sem kapta meg a kellő számú szavazatot, ami szerintem újra a törvény betartásával, amennyiben nem lesz rá fellebbezés, ha lesz, akkor a zsinat fog dönteni azzal kapcsolatban. Előáll egy olyan helyzet, hogy az egyházunknak nincsen püspöke, ami azt jelenti, hogy a zsinati jegyző végzi a püspöki teendőket, illetve szerintem előáll az a új megoldást, lejle lehetőség, hogy az illetékesek leülnek, egyeztetnek, beszélgetnek, újra tárgyalják a dolgot, és keresik a vajdasági református keresztény egyház közös jövőjének az útját, egyengetik az egyház egységét. Vajdasági támogatás vásári fellépésekre. A Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárság pályázatot hirdetett kis- és középvállalkozások, illetve vállalkozók számára európai és szerbiai nemzetközi vásárokon való megjelenés résztámogatására. Részletes információ és pályázati dokumentáció a www.spriv.vojvodina.gov.rs címen. Ha kérdése van, hívja a 021-487-4489-es telefonszámot. Pályázati határidő 2013. január 31-e. Februárban megkezdődnek a felvételi felkészítők a tehetséggondozókban, hogy a diákok könnyebben eligazodjanak a kínálat között. Bemutatjuk ezeket az intézményeket. Ma a Bolyai Tehetségkutató Gimnázium, ma a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumot mutatjuk be. Vendégünk Kormányos Robert igazgató, Csikós Pajor Gizella és Balla Ákos tanárok. Köszöntöm Önöket! Jó estét! 2003-ban kezdte meg az intézmény működését, akkor még csak egy tagozattal, ma már három van. Így igaz, és az idén leszünk 10 évesek. Folyamatosan bővült az iskolánkban a diákok létszáma, természetesen a tanári kar is. Jelen pillanatban matematikai tagozatunk van, képzőművészeti és sport tagozatunk. Mindjárt kezdjük is meg, kinek ajánlják a matematikai tagozatot, ki jelentkezzen erre ebbe a gimnáziumba? Hát mindenféleképpen azok a diákok, akik az általános iskolában megszerették és könnyen művelték a matematikát, fizikát, informatikát, kémiát. Ez az iskola elsősorban nekik szól és róluk szól.
És én ajánlom minden olyan gyereknek, aki mondjuk a természettudományokban szeretné kutató munkáját kifejteni, vagy pedig informatika terén szeretne későbbiekben boldogulni, esetleg valamilyen mérnöki pályán, és természetesen a természettudományokból, hogyha valaki tanárként látja magát a jövőben, nekik is ajánlom ezt az iskolát. Képzőművészet szak is nyílt az iskolában, tagozat? Igen, 5 évvel ezelőtt nyílt ez a szak, az első generációnk tavaly ballagott el, és sikeresen fölvételiztek, tehát az osztályból, aki tovább szeretett volna tanulni. Merre mentek tovább? Hát ez vegyes, tehát Újvidék, Budapest, Kaposvár, Szeged, tehát túlnyomó részt mindannyian kézművészakokat választottak. Volt egy-két diák, aki nem maradt ennél a szaknál, de aki ebbe az irányba szeretett volna tovább tanulni, azok bekerültek. Nagyjából azokra a szakokra is, ahova szerettek volna. A sporttagozatról akkor az igazgató úr még, ha mondana néhány mondatot. Tehát a sporttagozatunk 3 évvel ezelőtt indult, és hát elsősorban a jobb sportoló, élsportoló, gyanús fiatalokat gyűjtjük ebbe a tagozatba, akik éreznek annyi ambíciót magukban, hogy érettségivel zárják a középiskolai tanulmányaikat. Tehát ők egy általános gimnáziumi oktatási programot kapnak nálunk, és a későbbiek során a sporttevékenységük mellett lehetőségük nyílik így a továbbtanulásra, tehát egyetemi oktatásba tudnak részesülni, akár a szakmájukon, illetve a sportágazatokon belül tudnak sportorvos, vagy edző, vagy testnevelés szakos tanári diplomát szerezni, és ilyen módon, tehát a sport mellett ki tudnak teljesedni. Van, aki csak a gimnáziumi végzettség miatt választja ezt az intézményt, de mondjuk nem olyan eredményekkel érkezik? Előfordul ez is, viszont mivel most 3-osaink vannak még csak, tehát valójában a továbbtanulási esélyeket és kedvet azt még nem igazán tudjuk mérni. Nagy az érdeklődés ez a tagozat iránt? Az érdeklődés az úgy mondanám, hogy hullámzik, tehát úgy a matematika, mint a képzőművészet és a sport tagozat terén is évről évre kicsit más a helyzet, attól függően, hogy tehát a generációk között van különbség, attól függően, hogy egy adott generációban mennyire, hány diáknak van kedve egy-egy tagozat iránt. Tehát voltak a múltban példák arra, hogy a 20 helyre matematika tagozaton majdnem 100 diák jelentkezett, és volt, amikor kevesebb. Ugyanígy elmondhatjuk a képzőművészet és a sporttagozatra is. Ha már nő az érdeklődés, valószínűleg ehhez hozzájárul az is, hogy számos versenyeken rangos eredményeket érnek el. Így igaz. A mi középiskolásaink nagyon szép eredményeket érnek el, nemzetközi versenyeken is. Itt főleg a magyar területű nemzetközi versenyekre gondolok, de akár szélesebb körben is sikerült már megmutatnia magát tavaly egy diáklányunknak. Történetesen az első női matematikai olimpián Cambridge-ben. Ami a felvételét illeti, tehát ebbe az iskolába, hát én azt szeretném elmondani, hogy ez egy relatív nehéz felvételi, ami a matematika tesztet illeti, és mi éppen ezért igyekszünk a gyerekekkel kapcsolatot teremteni már általános iskolás korukban. Úgyhogy számos versenyt rendezünk mi magunk, és ezek kapcsán ugye sikerül nekik eljutniuk magába a gimnáziumba, kapcsolatot teremtenek velünk, tanárokkal, az intézményekkel, idősebb társaikkal, és téli táborokat szervezünk, amikor úgy szintén ismerkednek magával, a helyjel, a légkörrel, a tanárokkal, egyáltalán a matematika érdekességeivel, de mindez nem elég ahhoz, hogy ezt a nehéz felvételit ők le tudják tenni, mert ez a felvételi, ez gyakorlatilag a belgrádi matematikai gimnázium felvételiző létszámához van igazítva, ott nagyon sokan jelentkeznek a gimnáziumba, és a sok diák
diákból kell nekik kiválasztani egy bizonyos létszámot. Nekünk a sokkal kevesebből kellene kiválasztani, és talán nincsenek is annyira felkészülve Vajdaság szerte a különböző szorványokban élő gyerekek matematikából, úgy, mint a belgrádi általános iskolások diákjai. És sajnos ugyanazt a felvételi vizsgát kell, hogy megírják, mint amit ugye a központban írnak. És akkor ez, beláttuk mi ezt nagyon gyorsan, hogy ez felkészítés és segítség nélkül nem fog menni. Ezért évről évre egész tavasz folyamán felkészítő tanfolyamokat szervezünk. És ennek idejében el kell indulnia, mert nagy mennyiségű anyagot kell átvenni velük, és ezt nem lehet 2-3 hét alatt lebonyolítani, tehát gyakorlatilag február 17-én, vasárnap 10 órakor el fogjuk kezdeni a matematika felkészítőket, amikor is szeretettel várjuk mindazokat az érdeklődő gyerekeket szüleikkel együtt, az első szülőértekezletre és az első felkészítő órára, akik úgy gondolják, hogy megpróbálnák ezt az iskolát, megpróbálnák a felvételi vizsgát, és akkor ott majd részletesebben szólunk magáról, a felvételének a típusáról, és mindazokról a követelményekről, amelyeknek eleget kell tenni. Itt csak a nyolcadikosokat várják, vagy esetleg már a hetedikesek elmehetnek? Eljöhetnek a hetedikesek. Nekünk nem egy olyan hetedikes diákunk volt, aki hetedikben is és nyolcadikban is végig járta a felkészítőket, mert biztos akart lenni magában. Sikerült, gondolom. Az egyiknek igen, a másiknak nem. Sokan elbuknak ilyenkor? Hát nézze, inkább azt mondanám, hogy nagyon kevesen buknak el, de nagyon kevesen is teljesítenek maximálisan. Tehát nagyon nehéz felvételi vizsgáról van szó, és inkább azt mondanám, hogy a zömének éppen sikerül a felvételi vizsgának megfelelnie. Tényleg... Túl sok mindent kell még megtanuljanak a mostani anyaghoz viszonyítva, tehát azt, amit az általános iskolában tanulnak, mert egyszerűen maga a felvételi vizsga egy olyan feladatkörből állítódik össze, ami nem a kötelező tananyagnak a része. Ez a felkészítő, ez ingyenes, vagy fizetni kell? Hát szimbolikus összeget kell fizetni, ugyanis a gyerekeknek nagyon sok órájuk lesz, amelyek folyamán egésznapos ott tartózkodásban ők kapnak egy ebédet, illetve a kétnapos ott tartózkodásban ők ott is fognak aludni a kollégiumban, és akkor ebédet, vacsorát, reggelit kapnak. Alkalmanként 500 dinárt kell fizetni, és ezért 8 iskolai órát kapnak, plusz az étkezést, illetve az ott alvást. A képzőművészeti tagozatra is van felkészítő? Persze, ott is minden évben ugyanúgy megszervezzük. Nálunk is ugyanúgy, ugyanabban a helyzetben vagyunk, a matematika szak. Nálunk is valószínű, hogy nehéz lenne nekik a felvételi, az előkészítőnk nélkül, mert ez teljesen más szemszögből történik, mert nem az a megszokott általános iskolás rajzóráról, rajzokról van szó, de azért már komolyabban több mindenre vagyunk kíváncsiak. Térlátástól, térábrázolás, különböző színérzékre, festésre, szobrászatra, ez mind szerepel a felvételibe, és ehhez szükséges azért egy előkészítő, tehát valószínű, hogy az mindig előnyben van, akinek alkalma vagy át tud jönni ezekre az előkészítőkre. Mennyire népszerű ez a tagozat? Hány diákjuk van? Hát mi is ugyanúgy 20 diákot tudunk felvenni, tehát 20 diákunk van, annyi egy évfolyamunk, ez is a minisztériumrendelet alapján így működik, ugyanúgy, ahogy a többi szerbiai rajzszakközépiskolákban, képzőművészeti szakközépiskolákban. Hát a jelentkezés az is szintén változó, tehát egyik évben 50 valahány diákunk van, a másik évben 30. Ez teljesen változó, hogy hányan jelentkeznek. És önök is részt vesznek különböző versenyeken? Hát nekünk valamennyivel kevesebb versenyünk van, rajzos. A legerősebb, vagy a legkomolyabb verseny az a KMV, de általában jól szerepelnek a diákjaink. Hát szoktak nemzetközi versenyek is lenni, hát ott is általában, tehát szoktunk azért helyezést, külön díjakat nyerni. A sporttagozat felvételére is van felkészítés? Nincs, tehát a sport tagozat
az gyakorlatilag egy általános gimnázium, igen, programból áll, és a jelentkező diákok a kísérettségük eredménye alapján jelentkeznek azzal, hogy van egy pontrendszer, amelyben az eddigi eredményeik pontozhatók, és azok hozzáadódnak, tehát versenyeredményeik ből pontok születnek, amelyek hozzáadódnak az érettségi pontokhoz, és akkor ebből kerül neki egy végső eredmény. És szükség van-e edzők ajánlására, vagy csak ezek a pontszámok alapján a versenyeken már elért eredmények alapján? Külön ajánlásokra talán nem, viszont mindegyik jelentkező diák a sporttagozatra valamilyen sportegyesületnek a tagja kell, hogy legyen, és ezt kell, hogy igazolja, tehát a sportegyesületekből hoznak igazolásokat, ugyanígy a versenyeredményeikről is. Nagyon szépen köszönjük. Én igen? Még egy dologra szeretném fölhívni a kedves nézők figyelmét holnap, pinap folyamán, tehát január 31-én, szerben. 10 órától 13 óráig az iskolánk nyílt napot tart, úgy a matematikai, mint a képzőművészeti tagozaton, és ezt a nyílt napot most az egyszer úgy képzeltük el, hogy a gyerekek, amikor eljönnek, azon kívül, hogy valaki fogadni fogja őket, a mi hétköznapjainkat néznék meg, hogy hogy zajlanak a hétköznapok az iskolában, hogy néz ki a képzőművészeti oktatás az ő termeikben, illetve hogy néz ki egy olyan matematika óra, amely órának nem matematika neve, hanem analízis, geometria, vagy lineáris algebra, vagy ilyesmik. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, és mindezt köszönjük. Elmondták. Köszönjük szépen. Önigénye a mi feladatunk. OTP Bank. Megbízunk egymásban. Nemzeti Kézilabda Akadémia Magyarországon. A felvételi vizsgákra 2013. február 18-a és március 8-a között kerül sor. A jelentkezési lapokat a www.kezi.hu honlapról tudod letölteni. A kitöltött jelentkezési lapokat küld a következő címre. Somogyi Tiszk, Matthias János tagintézménye, 8630 Balatonboglár, Szabadság utca 41. További információkért ír nekünk az akadémia@kéziszövetség.hu e-mail címre. Egyre többen betegszenek meg influenza-szerű tünetekről, járvány még nincsen, de hogy ne döntsön le bennünket az idén lábunkról a betegség, hallgassuk meg a szakember tanácsát. Stúdiónk vendége dr. Nebojsa Bohucki, járványügyi szakorvos. Köszöntöm. Jó estét. A térségünkbe általában januárban, februárban érkezik meg a járvány. Az idén mikorra várható? Na most, mint epidemiológus, mindig nehéz beszélni jövőről, tehát mi lesz, inkább fogunk beszélni. De hát mi már van. Azért tudjuk, hogy a környező országokban még nincs, de... Az nagyon nehéz erről beszélni, mindjárt fogok megmagyarázni, miért. Tehát tudunk, hogy izoláltunk, tehát sikerült igazolni vírust a vajdasági területen, konkrét Szabadkán is, influenza A vírust, a másik településeken pedig influenza B vírust. Ez hasonló az epidemiológiai helyzet, mint egész Európában. És ha nézzünk az összes betegek számát, akkor még túl messze van valamilyen járvány. Tehát még járványról nem bírunk beszélni. De ha nézzünk vissza néhány évbe, akkor járványok szoktak lenni január-februárusban. Valamikor ritkábban, márciusban is van, egyszer csak volt áprilisban.
Na most azért is mondom, statisztikai adatok szerint mi bírunk mondani, tehát csak a múlt keresztül, vagyis múlt alapján mikor volt, és mikor szokott lenni. De konkrét mikor lesz, az mindig van valamilyen újabb faktor, amit nem ismerünk. De hát tulajdonképpen, ha már izolálták a vírust, akkor itt van közelünkben. Ilyenkor ugye mondják, hogy a legjobb védekezés a védőoltás. Ilyenkor még föl lehet venni a védőoltást, ha már itt Szabadkán és térségünkben is izolálták az idén a vírust. Igen, tehát vírus itt van, védőoltás még van, az nem jó hír, gondolom inkább jó hír volna, ha mindenki felvette, akinek szükséges volt októberben, novemberben, decemberben, de mégsem késő. Tehát most is lehet felvenni védőoltást, de azt muszáj mondani, hogy mikor valaki megkapja védőoltást, akkor csak 2-3 hét után az antitest tehát szintje magasban van. Tehát csak akkor bír adni a teljes védettséget a védőoltás 2 vagy 3 hét után. Tehát ha már január vége van, akkor csak február közepén körülbelül valaki, aki most megkapja védőoltást, de még sem késő. Tehát mindenki, aki szeretne megkapni védőoltást, bír fordulni orvoshoz. Tehát gondolnánk, hogy ha már ingyenes, akkor nagyon gyorsan elfogy. Slavica Gyuki Dejanović egészségügyi miniszterasszony is felhívta a figyelmet, hogy nagyon gyengén oltatták be magukat az emberek, és hogy ez lehet, hogy az ismeretek hiánya miatt. Tehát mondjuk el, hogy a védőoltás tehát nem káros. Persze, védőoltás egyáltalán nem káros. Védőoltás már létezik több mint 60 éve. Tehát már a második világháborúban először csináltak az amerikai katonáknak védőoltást, akik jöttek Európába. Tehát az összes technológia mai időben már nagyon modern van, tehát majdnem perfekt védőoltásokról beszélünk. Nagyon ritka valamilyen rossz indulat a védőoltás után, tehát nem, egyáltalán nem kell félni ettől, pedig egészségesek maradunk. Tehát miért nem kapnak, vagyis miért emberek nem járnak orvoshoz, pedig ingyen is, de az se elég. Tehát most is körülbelül 1/3 maradt védőoltás Szerbiában. Az a 350 ezer darab, ami eljött Szerbiában, még 1/3 van, tehát ambulanciában. És vár az emberekre. Lehet, hogy gondolják, hogy mindent tudnak a védekezésről, és hogy másképpen készülnek fel. Hogyan lehet másként felkészülni? Inkább azt kellene mondani, hogy legtöbb ember gondolja, hogy influenza egy könnyű betegség, egy enyhe betegség, pedig nincsen úgy. Tehát influenza egy nehéz, súlyos betegség. Valaki bír menni kórházba is, tüdőgyulladás, mint szövődmény, primáris, vírusos, tehát tüdőgyulladásról beszélek, de szerencsére ritka, de van halálos eset is. Persze nem kell csak erről beszélni, halálos esetekről, mert ezek a ritkák. És ott már és komplikációk is voltak, eleve valami betegségre jött még rá az influenza. De ha kell beszélni a megelőzésről, akkor csak védőoltás az, ami adja a legjobb hatásokat adja embereknek. Ilyen valami, mint C, savany, vagy bármilyen más vitamin, vagy bármiről beszélünk, az csak relatív hatása van. Tehát mert beszélünk fertőző betegségről, akkor védőoltás az, ami legfontosabb. Az a specifikus prevenció vagy megelőzés. Ilyen általános prevenció, az sok mindenről most bírunk beszélni, sportról, egy egészséges életről, dohány nélkül, alkohol nélkül, de ez nem konkrét választ. Ez a kérdésre. Tehát konkrétum a védőoltás. Emellett azért még azért sorakoztassuk fel mindazokat, az ismereteket. Mik azok az élelmiszerek például, amelyek erősítik az immunrendszert? Inkább, ha már kell erről beszélni, ha védőoltást tegyünk félre, akkor inkább elnézést, azt kellene mondani, hogy ha valaki már beteg, akkor maradjon otthon. Ez legfontosabb. Nehogy menjen munkára, vagy bárhol, és ezt a vírusokat átadni más személyekre. Tehát ez a legfontosabb megelőzési eszköz, ha beszélünk a védőoltás mellett. De ilyenkor sokan úgy gondolják, hogy hát ez nem annyira komoly, meg hát kibírom ezt a 2-3 napot, hát, meg majd jön a hétvége, és akkor pihenek, és terjesztik közben, igen, abban a kis közösségben, ahol dolgoznak. Mert hát az emberek féltik a munkahelyüket. Értem, de nem csak ez, hanem ha valaki beteg, akkor sok ember jön megnézni azt a személyeket.
semmit, hogy van, mi van vele. Tehát ez is egy út, ahogy terjedik a vírus. Tehát ha valaki beteg, maradjon ott, és ne jön senki. Vagy egy személy, persze, ha valami kell venni neki, és ilyen konkrét dologról, de tehát ez a legfontosabb megelőzési eszköz. Ilyen viselkedési mód. Na most, ha kell beszélni valamilyen ételekről, persze bármilyen vitamin fontos, de a legfontosabb a C és E vitamin, sok fehérje, vagyis protein, az antitest produkció miatt, és nehogy csinálunk valamilyen káros szokásokat, mint mondtam, dohányozás, vagy alkoholfogyasztás, vagy bármi. Tehát fontos nagyon is, amikor téli időszakról beszélünk, hogy a pihenés legyen sok, alvás, tehát 7-8 óra minden nap. Fiatalok sokszor nagyon kevesen vannak ágyba, majdnem 4-5 óra, de az nagyon rossz immunrendszere. Kimeríti a szervezetet tulajdonképpen. Igen, persze. Most amit kellene mondani, influenza? Mozgás, tehát pihenni is kell, de mozogni is kell. A hideg ellenére mozogni kell. Sport is, nagyon fontos dolog, persze. Na most amit szeretném mondani az, hogy ha nézünk az összes területet, vagyis nem, összes földet, akkor influenza az egy olyan betegség, ami minden évben minden országokban jelent meg. Tehát ez nem lokális téma, hanem globális téma. Egy talán a legaktuálisabb téma, ami van, és ami vonatkozik a fertőző betegségről. Mert ez nem nemi betegség, vagy valami más, ami világos, miről beszélek. Itt az csöppek keresztül terjed. Tehát elég, hogy valaki lélegezzen, valahol, az mindenki csinál, és bír megköpni ezt a betegséget. Tehát ez nagyon mindig aktuális téma. Tehát szellőztetni kell, kerülni kell a tömeget. Ha bírunk. Az sokszor nehéz, mert élünk ilyen modern életbe. Ha már egyszer megkaptuk az influenzát az idén, akkor védettek vagyunk? Hát csak idén. A sok mutáció miatt az influenza vírus mindig, tehát mindig mutál, van valamilyen úgy nevezünk drift kombinációk, az most nem annyira fontos, és mindig újabb és újabb influenza vírusról beszélünk. Tehát ha valaki egy szezonban már megkapta ezt a védőoltást, vagy megkapta a betegséget, jövőre megint vagy bír megkapni ezt a betegséget, vagy megint kell felvenni az új vakcinát. Tehát, ahogy már mondtam, ez mindig aktuális téma, minden télben aktuális téma. Tehát a közegészségügyi intézetben még fel lehet venni a védőoltást? Nem a közegészségügyi, igen, bárhol. Az egészségházakban. Igen, még van védőoltások. És bárki szeretne bír felvenni. Tehát nem krónikus, csak krónikus betegségekről, hanem bárki, ha teljesen egészséges is, sportoló, ő is bír megkapni influenzát. És tehát mindenkinek ajánlom. Köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. A közügyek főtámogatója az OTP Bank. Ez volt mára a közügyek, de ne kapcsoljanak át. 8 órakor híradó, majd 8:30-kor rekontra, melyben a téma sok a párt, kevés a magyar, hol az érdek. Fehér Márta várja önöket. Viszontlátásra!